Harmadik fejezet. Édesanyám. A keresztény hírnökökkel eltöltött rövid táborozást követően az élet ugyanúgy ment tovább, mint az előtt. Az otthoni viták és veszekedések időnként elviselhetetlenek lettek. Kíváncsi voltam, hol és mikor fog ennek vége szakadni. Mi lesz velünk mindannyiunkkal, apával, anyával, meg a hugocskáimmal. Világos, hogy nem lehettem az iskola legjobb tanulója, amikor az elmémet ilyen kérdések uralták. Az Uxbridge-i St. John általános iskolába jártam, de soha nem voltam képes valami sokat tanulni. A tanárok, akik nem értették meg a problémámat, állandóan leszittak. Az iskola egy hosszú rémálom volt számomra. Örökösen bajba kerültem, mert elkéstem. Még ha próbálkoztam is, akkor sem sikerült semmi. Jó nekik, gondoltam. Könnyű ott ülni és állandóan engem szídni. Talán a ruhám az oka, véltem. Kezdtem rájönni, hogy más vagyok, mint a többi gyerek. A hajam mindig kócos volt, a gondozónő meg folyton hazaküldött, mert tetves voltam. Tetves Nórának hívtam, és ki nem állhattam. Ez nem igazság, állandóan pikkel rám meg a kis húgaimra. Miért ütik bele a tanárok az orrukat olyasmibe, amiben nem kellene? Miért nem tudnak békén hagyni? Örökös nevetségtárgya voltam a többi jobban öltözött és jobb sorsú fiú meg lány számára. Gúnyolódásuk bántott, mivel színlelt harciasságom ellenére nagyon érzékeny voltam. Bólha fejű és sárga fogú kiáltások követtek bárhova is mentem. A tanárok legalább olyan lelketlenek voltak, mint némelyik gyerek, és rosszindulatú megjegyzéseket tettek a külsőmre. Nem tehetek róla, nem? Utállak benneteket, meg a rohadt iskolátokat, mondogattam. A gyakori lógások szinte elkerülhetetlenek voltak. Iskola helyett a parkban töltöttem a napot. Ilyenkor leheveredtem a fűre, bámultam a magas nyárfákat meg a felhőket, és olyan távoli helyekről ábrándoztam, mint Afrika vagy India. Elgondoltam, milyen lenne azokba a messzi tengeren túli országokba utazni. Ez azt mutatta, hogy valami azért mégiscsak rám ragadt az iskolában. Másokból is kerültem az iskolát. Anya gyakorta otthon tartott azért, hogy vigyázzak Szilviára, a legkisebb húgomra, vagy egyszerűen amiatt, mert nem volt cipőm, amit felhúzhattam volna. Egyetlen tantárgy volt, amiben mindenkit fölülmúltam, a testnevelés. Úgy futottam, mint a nyúl, úgy ugrottam, mint a béka, úgy úsztam, mint a hal. Ezek a teljesítmények kiváltottak némi tiszteletet egy pár iskolatársamból. De még itt is problémákkal küszködtem, hiszen a gumi réges-régen kijött ősrégi bugyimból, és ezért egy jókora biztosító tűvel kellett feltűzni. Képzelhető, micsoda röhögés volt, amikor tornaóra előtt le kellett vetkőznöm. Egyszer a mocsári kisbolt mellett levő templomkertbe mentem játszani. Ahogy ott kóboroltam, egyszer csak belebotlottam egy közös gyerek sírba. Violet May, májusi íbolya, olvastam az egyik nevet a sírkövön. Tetszett a név, és elkezdtem beszélni a halott gyermekhez. Megvoltam róla győződve, hogy hall, és megért engem. Magányomban egy egész fantazmagóriát építettem a sírköré. Olyan érzésem támadt, mintha végre kötődnék valakihez. Olyan volt, mintha Violet May képviselni azt a gyengéd apát, akit soha nem ismertem, és azt a jóságos tanárt, akivel soha nem találkoztam. Ezután iskolába menet és iskolából jövet megálltam, és letérdeltem a sír mellett. Mindig hoztam virágot, amit a többi sírról csentem. Új barátnőmnek minden bajomat elmondtam, megosztottam vele félelmeimet is. Senki nem tudott e szokatlan barátságról, mivel titokban tartottam ezeket a találkozásokat, a halott gyermeket pedig saját különleges és bizalmas barátomnak tekintettem. Máskor meg felfedező utat tettem a város széli óriási hegyek egyikére, s útközben harangvirágot meg vadgesztenyét szedegettem. A háború alatt a hegy tetején egy amerikai tábor volt, én meg átmásztam a sövény alatt, aztán át a szöges dróton, hogy nézhessem a katonákat. Amikor közelebb jöttek, rágógumit és csokoládét kunyeráltam tőlük. Az amcsik kedvesek voltak, és mindig kaptam tőlük valamit. Ilyenkor hazarohantam, és megosztottam a rágót meg a csokit a hugocskáimmal. Az évek során egyre gyűlő félelmeim családunk felbomlásával kapcsolatban hamarosan beigazolódtak. Anyám és apám közt réges-rég megszűnt minden szeretet. Veszekedések és csetepaték, kiabálások és káromkodások voltak műsoron minden este, és napközben is. Most azonban más miatt. A veszekedések nem a pénz vagy az ital, hanem egy idegen nő miatt folytak. Ki lehet ez a nő? Tanácstalan voltam. Nem kellett azonban sokáig várnom, hogy megtudjam.
Apa megismerkedett egy nővel, aki nemrég veszítette el a férjét, elmegyógyintézetben halt meg. Apa megbarátkozott vele túlságosan is már, ami anyát illeti. Anyám szíve a szemem előtt tört darabokra. Nem tudtam, mit évő legyek. Állandóan sírt, én pedig nem mertem magára hagyni. Ne sírj, anya, meglátod, minden rendbe fog jönni. Próbáltam kétségbe esetten vigasztalni. Talált magának valaki mást, mondta erre anyám. Én már nem kellek neki. Megölöm azt a nőt, ha a kezem közé kerül, mondtam. Komolyan beszélek. Az élet minden eddiginél sötétebbnek tűnt számomra. Sötét viharfelhők gyülekeztek a fejünk felett, s bármelyik pillanatban kitörhetett a fergeteg. Hűséges barátom Bessie, a fekete labrador, megérezte, hogy valami nagyon nincs rendben, és nagy barna szemeivel bánatosan pislantgatott kis gazdasszonyára. Jó öreg Bessie, simogattam meg fekete buksiját. Öreg lány, te ugye megértesz? Az egyik végzetes estén arra értem haza a játékból, hogy anya már megint nem volt otthon. Sóhajtottam, amikor megláttam, hogy a tűz kialudt, és nincs több tüzelő. A házban jég hideg volt. Gyorsan adtam a hugocskáimnak margarinos kenyeret, aztán elküldtem őket lefeküdni a jó öreg koszos kabátkupacokra. Nem sokára édesen szundikáltak, én pedig magamra maradtam. Odakint már sötét volt, az éjjeli lámpa pedig kialudt. Attól féltem, hogy anya is, meg apa is örökre elhagytak bennünket. Arcomat a kezembe temetve sírtam. Egyszer csak apám hangját hallottam, és úgy láttam, mintha egy csomó ember jött volna be a bejárati ajtón. Lábújhegyen kiosontam a lépcsőfordulóba, hegyeztem a fülem, és hallottam valamit a csatornáról. Erre lerohantam a földszintre. Anyám ott ült egy széken, nedves ruhában és egy szürke pokrócba csavarva. Néhány szomszéd meg a dühös apám őt nézték. Apám mellett egy idegen nő. Az orromat megcsapta a csatorna áporodott bűze. Te rohadt disznó, nem bírod kivárni, hogy megszabadulj tőle, ugye? Kiabáltam, azt gondolva, hogy apám lökte be anyámat a csatornába. A hülye liba maga ugrott bele, ordította apám. Ekkor végre észrevettem, hogy apám ruhája vizes. Akkor is az egész a te hibád, a tiéd meg a szajhádé, üvöltöttem. És feltételezem, maga az, folytattam a mellette álló nő felé fordulva. Tűnj el a házunkból, tűnj el, és be ne tedd a lábad többet! A szomszédok lassan elszivárogtak, meg az apám, és ahogy én neveztem, a szajhája is. Később megismertem az egész szomorú történetet. Anya nyilván meglátta apámat, meg a barátnőjét, utánuk ment. A csatorna hídjánál érte őket utol. Szörnyű veszekedés kezdődött, ami azzal végződött, hogy anya leugrott a hídról a csatornába. Apa ekkor kötelességének érezte, hogy utána ugorjon és kimentse, hiszen anya nem tudott úszni. Szegény egyszerűen csak meg akart halni. Attól tartottam, hogy másképp is megpróbál véget vetni az életének. Nem mertem felügyelet nélkül hagyni. Másnap, vasárnap anya azt mondta, hogy elmegy hazúról. Ekkor én voltam soron, hogy összetörjek. Anya, kérlek, ne hagyj itt minket! Anya, kérlek, ne menj el! Könyörögtem. Szeretlek, és meghalnék, ha itt hagynál minket. Annyira sírtam, hogy anya megígérte, hogy nem megy el, de szavai nem győztek meg teljes mértékben. A vasárnapi iskola tanárainak valahogy fülükbe jutott a szomorú események híre, és aznap kivételesen kedvesen bántak velem és a húgocskáimmal. Hétfő reggel elmentem iskolába, de agyam nem a feladataimon járt. Örültem, amikor végre elérkezett az ebédidő. Egészen hazáig rohantam, sarkamban kutyámmal Bessivel. A ház üres volt, sehol senki, még a legkisebb hugocskámnak is hűlt helye volt. Ekkor megláttam egy cetlit a félig üres teljes üveghez támasztva. Drága Dollim, anyuka elment, és soha többé nem jön haza. Légy jó kislány, és vigyázz a többiekre a kedvemért. Ne sírj, szeretlek, anya. Úgy éreztem, mintha minden életet kifacsartak volna kicsi testemből. Megint elolvastam a cetlit. Az első reakcióm a hitetlenkedés volt. Ez nem lehet igaz, ez az egész csak egy borzalmas rémálom. Mintha egy örökké valóság telt volna el. Anyát szólítgattam, de a ház üres volt. Nem tudom, mennyi idő telhetett el, mire elkezdtem sírni. Ezt az összetört szívű kicsi lányt tetőtől talpig elborította a bánat. Amikor végre lecsendesedett az okogásom, a szívemben levő hatalmas űrt végtelen harag és keserűség töltötte be.
Megmutatom a világnak, mit érzek, bárhogyan is, de visszaszerzem azt, ami az enyém. Ott hagytam az üres házat, abban a reményben, hogy megtalálom szeretett édesanyámat. Szilviát, a kisbabát megtaláltam, anyámat viszont nem. Senki nem tudta, vagy senkit nem érdekelt, hogy hol volt, vagy hogy mikor ment el. A kisbabát magammal cipelve órákon át kerestem, és kérdezősködtem anyám után, de mind hiába, s újra egy üres és hideg házba kellett visszatérnem. Élelem nem volt odahaza, még csak egy morzsányi száraz kenyér sem. Hugocskáim és én fáztunk, féltünk, és nagyon éhesek voltunk. Amikor apám 6-kor úgy döntött, hogy hazajön, és megtudta, hogy a felesége elment, a hír teljesen hidegen hagyta. Hogy vagy képes ott állni egy szó nélkül? Kiabáltam dühösen. Te üldözted el anyát, te meg a szajhád! Figyelemre sem méltatta kitörésemet. Holnaptól lesz egy új mamátok, aki vigyáz rátok. Nem akarok új mamát, a saját anyámat akarom, sikoltottam. Tiltakozásom haszontalan volt, mert apám már döntött. Miután elküldte a könnyekben úszó Dorint a boltba egy kis sült krumpliért, elment a kocsmába, hogy találkozzon a nővel. Másnap szavához hűen elhozta az új mamát, hogy elfoglalja anyám helyét. A nő magával hozta a két saját gyerekét is. Ez aztán betette a kaput. Csak hamar kiszúrtam, hogy gyereket vár. Aha, most már értem, bekaptad a legyet, mondtam hamisítatlan kakni stílusban. Hát ezért akartad behálózni. Tudod, mikor foglak anyának szólítani. Nem vagy az anyám, és soha nem is leszel. Apám úgy gondolta, hogy dühös lánya majd csak elfogadja az új helyzetet, de tévedett. Bár csupán 11 éves voltam, nagyon erős akaratom volt. Amikor az új nője cukros almát csinált nekünk, hogy elnyerje kegyeinket, én visszautasítottam a megvesztegetést, és megmondtam neki, hogy mit csináljon a cukros almáival. A közöttünk feszülő kölcsönös gyűlölet állandó robbanás veszélyben volt. Arról ábrándoztam, hogy én is elfutok, mint az anyám. De ha én is elmegyek, akkor ki fogja gondját viselni a hugocskáimnak? Úgyhogy maradtam, és napról napra újra tanultam gyűlölni.